Napsütötte. Jó reggelt kívánok innen Toszkánából, Radinelől. Jó reggelt magunknak, és üdvözlöm a kedves nézőket is, akik velünk tartanak ezen a Toszkán kalandon. Itt aludtunk Radi közelében, látszik már készülődünk, Pako már javában pakol, illetve én is rajta vagyok. Hogy aludtunk? Jól aludtunk, Pako? Nagyon kellemesen. Örültünk, hogy nem volt eső, és kellemesen süt a nap. Ilyen legyen egész nap. Igen, ezt várunk mi is, és néztük az előrejelzést, elvileg ma már a napsütés lehet a főszerep, úgyhogy nincs más hátra, mint összepakolni, és akkor előre tovább a jelölt utunkon. És akkor a sátornak a hűlt helye, itt aludtunk, gyönyörű szép napsütés van, most már, még jobban, mint volt. Ugye még betölt a Garminon a pálya, és útra kerünk akkor a mai napon is. Köszönöm, hogy megnéztétek a bevezetőt és az intrót, aki még továbbra is velünk tart, az szép tájakra számíthat, itt Toszkánában. Radi közelében vagyunk, mint mondtam, a dátumot ma még nem mondtam, 2023. május 11-e van, és Toszkánában vagyunk, Radi közelében. Egy kötelező programunk ma lesz, meg kell majd állni, sátort szárítani mindenképpen. Most csak annyira szárítottuk, hogy ne legyen nagyon-nagyon vizes a sátor, viszont szárítanunk kell egy pár dolgot, úgyhogy muszáj majd megállni. Cipőnk is valamennyire vizes, de hát megszokja az ember, majd menet közben kiszárad. Jó, lassan betölt a GPS, úgyhogy búcsúzunk ettől a szép helytől. Amúgy ott fenn is van egy gerincút, ott is akár ide lehetne sasolni. Ott van egy ház, ott, illetve itt egy torony. Nak a teteje látszódik itt a dzsindzsa fölött. Ennyi volt a belátás, és akkor tényleg útra is kelünk. Egy alpokbeli magaslat, de azért egy kis erőpróbával kezdjük a napot. Közben itt mellettünk mesterséges tavacska, annak tűnik. És rettentő magasságokba törünk. Már 212 a magasságunk. Kényelmes 5,3.
százalék 6. A reggeli torna bevezetőnek rögtön meg is van. Na, egy kb. Másfél kilométer se, és megérkeztünk Radi mini településére. Ez a ódon középkori hangulat már most bevezetőnek megvan. Jó, mondjuk aszfalt helyett maradt volna köves út, akkor aztán tényleg. Agroturizmó, sok helyen látunk ilyen feliratot. Nagyon sok helyen foglalkoznak itt. Úgymond szép magyarosan falusi turizmussal, és van ám benne biznisz is. Egyszer kíváncsiságban megnéztem, amikor nézelődtem, infókat keresgéltem. 1928. A média ki volt írva, csak a szöveget már nem tudtam hozzáolvasni. Szóval utána olvasgattam, és bizony azért jó belenyúltam a közepébe, mert olyan 1000 euró környékétől volt az egy hét. Mondjuk abban volt minden, megtanítanak főzőcskézni, hogy kell simogatni a teheneket, hogyan lehet szőlőt szedni, úgyhogy még te fizetsz érte. Úgyhogy különböző ilyen falusi dolgokat lehet itt művelni, és mindez egy cserébe fizetsz, és amúgy meg full extra kényelemben aludhatsz, élvezheted. A toszkán táj adta élményeket. Na itt egy bár. De úgy néz ki, hogy zárva. Ott egy benzinkút. Ja, csak megnézem ezt a kutat. Ezt a kis benzinkutat láttam én. Google autó nézetben is megvan. Nem egy mai darab, az biztos. Mutatok egy pár kerékpáros táblát is. Franci Gena, ami már jöttünk egy pár szót, ez Grével. Ez már ilyen modern megfogalmazásba. Persze természetesen kerékpáros útvonal. A Eroica, Le Eroica, ez is egy tökéletes jó útvonal, és előleg tervben is van, de nem tudom, hogy közbe fog-e sikerülnie, vagy nem. Mutatok még egy másik táblát, ami itt van. Grand Tour Crete Sensei, illetve Sigerico Tour. Na, ezekről nincs infóm. De itt már megjött a forgalom is. Úgyhogy a bringákat odébb kéne rakni. De megnőtt a forgalom. Ja, meg a szippantós kocsi. No. Elindulunk, és akkor a Eroicáról egy pár szót elmondok, illetve a Franciganát is most már el fogom mondani, ha már így rajta megyünk. Úgyhogy akkor rajta. A kerékpáros érdekesség Strade Bianche. Radi 4,4 kilométerre, vagy után. Na mindegy, ez is egy kerékpáros érdekesség, ez egy kerékpáros körversenynek a neve, és akkor elmegyek egy kilátáshoz, és akkor mondom tovább róla az információkat, miközben a másik kettőről még nem beszéltem, amiről akartam, de már ez szembe jött. Ez egy kerékpáros körverseny, minden év tavaszán szokták megrendezni profi kerékpárosoknak. Tehát például Walter Attila, meg ilyen nagy nevek, de maradjunk csak Walter Attinál, hiszen ő a mi magyar kis kedvencünk, szóval idén is volt ez a Strade Bianche,
Kicsit szoktak változtatni az útvonalon, de nagyjából azért ugyanaz. És Ati, ha jól emlékszem, az ötödik lett ezen a versenyen. Igen, jó kis megpróbáltatás, végre nem csak aszfalton zúznak, mint a Giron, hanem vegyes terepen is, mint például itt. És hát akkor mi itt is jártunk, csak még egy itt is jártam fotót erről, és akkor ebben a szép zöld tájban folytatódik az utunk. Most nem tudom megmondani, hogy az a nagyváros ott a távolban mi lehet, de a sok tornyából ítélve lehet, hogy Siena lehet. Tökéletes vízvételezési hely, ha hiszünk neki, hogy iható. Forrásvíz, jéghideg. Mondjuk én kutya mosdásra használtam, arra tökéletes volt, és egy kicsit most át is tudtuk mosni magunkat. Bár a tegnapi szakadó eső azért az útporát jól lemosta rólunk, de azért ez kicsit másabb volt most. Hát akarnék itt szépeket és jókat beszélni, de most ilyen hűsárnyas úton vezet az utunk. Kilátás most nem nagyon akad, de azért mutatom ezt is, ha már itt megyünk. Rettente jó, kényelmes itt menni. Fölle hullámzunk ezen az úton, néha egy kicsit kerülgetik el a nagyobb köveket, és még mindig találkozunk a táblával, Franzigena Gréval útvonal. Próbálok valami szép tájat találni, hogy tudjak beszélni róla. Egy picit hosszú, annyira nem vészes, már sok morzsát elejtettem amúgy az második, illetve az első részben is. Vagy hát az előző két labban, még nem tudom, hogy lesz az majd megszerkesztve, mert most még nem látom nagyon a hosszát a filmeknek. Meg igen, csak kell használni a váltót is, például most sem ártana, nekem legalábbis. Hát most megkaptuk a sportszaladatot, 12%-os tábla, el is emelkedőt már letudtuk, abba az én óram szerint volt 18% is. Most csak piskóta, 11% föl. Szó szerint bele kell feküdni a bringába. Legalábbis nekem, mert nekem hátul azért van bőven csomag, nem úgy, mint Balkónak. Egy igazi toszkán kilátás, egy igazi toszkán háza. Azt, hogy mutatom a háttérbe, van nekik egy ilyen jó kis középkori tornyuk, romosan. És akkor bemutatom a házikót is. Ott laknak a háziak. És ha nagyon rossz kedvük van, akkor lejönnek is itt a medencénél, süttetik a hasukat. Ott. Épp takarítja is a néni, vagy bátyja a vizet. És ebbe a tájba gyönyörködtetnek, miközben süttetik a hasukat a medencébe. Azért nem rossz. El tudnám fogadni. Zolival ültetvény se semmi, ott mellettük. Itt van egy jó kis mező. Vigyázni kellene, hogy pocsolyába lépjek, mert néhol itt áll. Például ott, meg itt, meg mindenhol. Ja. Csak beleléptem a pocsolyába, és akkor még egy elágazás, tábla. A szőlő, mint meghatározó látkép még most is, és most akkor egy kis aszfalt következik. Eroica, illetve Eroica, illetve Franzigena. Nem jön senki, úgyhogy akkor mehetünk Murló irányába. Olyan arra fele milyen szép mutatós a táj.
Bízok benne, hogy szét fog nyílni. SP33-as Strada Provinciale. Mögöttem kimásztam a domboldalt, talán még az e-bike-os öregek láthatóak a képen, de én most visszasétáltam, méghozzá emiatt a táj miatt. Gyönyörű szép, igazi toszkán táj. És most már mondhatom azt is, azt a kicsit gicsesen hangzó, hogy napsütötte Toszkána. Szerintem mindenki hallott már erről a filmről. Romantika, szerelem, házépítés. Nagyjából erről szól a történet, van benne egy kis csavar is, majd aztán újra egymásba szeretnek, mint minden romantikus film erről szól. Gyönyörű a kilátás. Hulló települését hagyjuk el, ami persze Vescovádóhoz tartozik, és így hangzik pontosan, hogy Vescovádó di Murló. Itt fölöttünk, mellettünk jó kis kilátás, miközben Bibbiano 11 kilométerre. Gyönyörű szép a kilátás lefelé, az előbb visszasétáltam és ugyanezt mutattam, most ugyanezt mutatom csak így nyerekből, mert tényleg szép és ütős. Már kicsit magazas a... Hát, gazdák mondnak, nem, de ezt itt le nyesik, aztán jó lesz az állatoknak, úgyhogy nem feltétlenül gaz. És még mindig a Franci Génán haladunk, és most már beszélek róla, ha lesz kilátás, ha nem. Ez egy zarándok út, ahogy már sokszor említettem, a középkorból, de már Julius Cézár idejében is létező útról beszélünk, hiszen a napútját megépítette, ami egészen az északi tengertől, amit ők annak neveztek, azaz Nagy-Britanniától egészen Rómáig vezetett. Ezen az úton haladtak a középkorban a zarándokok, egészen Kettenbury-ből, ha jól nem ejtem a nevét, egészen Rómáig. Napi több kilométert megtéve vezekeltek, hogy eljussanak egészen Rómáig. Ez egyben egy kereskedelmi út is volt, mint említettem, ami ugye Siena-nak a felemelkedését, Val di Merze útvonal közben arra, szóval Siena-nak a felemelkedését is segítette a középkorban, és egy kedvelt útvonal volt ez, azt utána elfelejtődött. Ugye jött a Pest is, meg mit tudom én, meg ugye reneszánsz, majd ugye arról is beszélünk, meg modernizáció, és úgy kezdett elfelejtődni. Aztán valamikor a közben egy kis toszkán falucska a domboldalba, miközben a táji toldalt. Szóval az 1980-as években egy olasz történésznek eszébe jutott, hogy létezett az az útvonal, és elkezdte kutatni. És 900-as években egy kettenbőri érsek leírta ezt az útvonalat saját szavai alapján, és ennek alapján rekonstruálta ez az olasz történészünk ezt az útvonalat, míg végül addig kopogtatott, míg nagyon sok helyen felújították, és a maga az útvonal, tehát Kettenbury ugye Anglia, Franciaország, Svájc, Olaszország, ez volt az útvonala, tehát egy elég hosszú útvonalról beszélünk, és ezt nagyrészt felújították. Hát most nem biztos, hogy UNESCO, de valamilyen védettséget kapott is ez a túra útvonal, és Olaszországban van a legjobb kiépítettsége. Nagyon jól lehet követni, nagyon jól van táblázva. Murló, vagy hát az előző településünkre visszatekintés. Szóval nagyjából röviden és tömören a Via Franci Génának a története az ez. Most nagyjából már összesítettem a sok morzsát, amit elejtettem.
És remélem tudtam egy kis újdonsággal is szolgálni nektek, nézőknek. Nekem mindenképp újdonság volt, mikor nagyjából készültem erre a túrára, és igyekeztem lehetőségeimhez mérten utána olvasni. Éppen kinyílt a táj, majd oda fogunk legurulni, és aztán vissza fel a dombtetőre. Ezt egy kicsit belassítok. Nagyon szép a táj. És akkor még egy kerékpáros esemény. Eroika, vagy nem is tudom, hogy kell ejteni, nem jó az olaszom sajnos. Ezekkel a nyelvekkel én mindig problémában vagyok. De hát annyi baj legyen. Szóval ez egy kerékpáros körverseny Siena környékén. Szerintem most már amúgy elhagytuk magát a jelölését. Mezon is mindig egy kicsit szoktak módosítani, már nem is tudom, kivásárolta fel a jogot hozzá. Ez egy kerékpáros körverseny. Ezt nagyjából olyan október magasságában szokták megrendezni. A lényege pedig az, hogy igazi old school, vintage, azaz úgy nagyjából a 80-as évektől lefele, és abból a korból származó országúti kerékpárokkal szabad csak részt venni, lehetőségek szerint korabeli öltözetben is. Különböző távokat lehet teljesíteni. Azt hiszem a legnagyobb talán 220 környékén van, de ebben most én nem vagyok biztos. Szóval ez egy ilyen old school körverseny, kerékpáros verseny. Hát igazából nem verseny, ez is egy ilyen, hát egy ilyen teljesítménytúra, BRM túra. Ember ugye befizeti a részvételi díjat, megkapja a koordinátákat, meg valami kis segítséget, illetve talán frissítők egyéb, ez az amaz megvan. És akkor lehet rajta menni. Itt is lehet látni, különböző tábla jelölések vannak. Van kerékpáros jelölésünk, a Franzigen, a Gravel, hát majd mindjárt egyeztetek térképet, hogy hogy vagyunk, mert nekem szerintem egyenesen fog vinni az út, illetve a Grand Tour Crete Sensei. Ez a dombvidék amúgy a neve. Franzigena volt a nyerő. Itt folytatjuk tovább az utunkat. Szépen megfogalmaz a Franzigena Gravel. Ez tetszik. Hú, valaki itt bepörkölt, nagyon elég büdi van. Viszont a táj az még mindig szép, ha nem takarna be ez a kis növényzet itt balkész felől. Hatalmas napelem park. És tartozik hozzá egy házikó, úgyhogy bizony ők maguknak termelik az energiát. Bőven, azért van ott egy pár, ez szó szerint erőműnek minősül. Hát és igen, a házikó hozzá, az se piskóta. Sőt, nem csak napelem van, hanem napkollektor is, ahogy látom, ami a vizet gyártja nekik. Kívülről meg ilyen egyszerű kis házikónak tűnik az egész, de az összes amúgy, és amúgy meg, hát szerintem jó pár millió, az biztos. Maga az ingatlan értéke. Kilátás a másik oldalra is. Gyönyörű környéken haladunk végig. Elnézést, hogy mindig még kerékpáros információt mondok, de hát a utunk nagy része most erről szól azért, szóval, na, hogyha így alakult, hogy vissza kell fordulnunk, akkor meg is tudom mutatni a táblát. Itt van egy hatalmas egy elágazási kereszteződés, és nem tértünk le, jó helyen vagyunk. Megmutatom már ezt a táblát. Eroika, erre föl, Eroika erre le. Ilyen Franzigen a Gravel arra föl, de most mi akkor erre folytatjuk az utunkat. Pálya megtalálva. Hát jó, hogy kicsit technikailag mondva egy kicsit zavaró lehet, hogy ez itt becsipog nekünk, főleg mikor megy a felvétel, de hát valahogy jeleznie kell, hogy
letérünk az útvonalról, és figyelmeztessen, már a csendes módba hagyom, nem mindig nézek rá a kijelzőre, simán el lehet menni, főleg hát így, hogy azért terepen megyünk, tehát persze vannak útjelző táblák, el tévedni nem lehet, de hát a trekket követjük most. Garmin 800, nem egy mai darab. És akkor még ezt elmondom hozzá, akik esetleg újonnan nézik Bandi bácsit, és nem nagyon követnek. Idén szereztem be ezt a kerékpáros GPS-t. Ez egy kb. 12 éves darab, 11, valahogy így. Olaszországból rendeltem, postával együtt jött el hozzám, 25 pénzért. Tökéletesen teszi a dolgát, az egyik legmegbízhatóbb GPS-e a Garminnak. Láthatjátok, 10 évesen is még tökéletesen teszi a dolgát. Az akkumulátora is majdnem egy egész napot bír még. Bár azt azért majd fogom cserélni rajta, még lehet hozzá kapni aksit. És akkor ennyit a Garmin reklámról. És itt van a táj újonnan mögöttünk Andi bácsival, illetve Palkóval, hiszen még mindig ketten teljesítjük ezt a toszkán kalandot. A dombok között van hegymászás is, vagy hát dombra fel 10%. Ezek megkérik a magukét, az biztos. Úgyhogy 15%-ot tábláztak ki nekünk. Nem semmi. Van hova föl kapaszkodni. Nem hosszan, de meredeken. Az emelkedő tetején vár minket Castello di Bibiano. Itt van a templom hozzá, ami elég jó mutatós amúgy. Itt van Palkó, a ciprus sor, amin be lehet sétálni a kastélyhoz, ami egy felújítás alatt van, de nagyjából itt be tudunk kukkantani. Harangtorony, minden van ott, mi szemszájnak ingere. Megnézzük ezt a kis templomot is. Aztán még fotózni is kell, mert azt is kell. Ez amúgy a emelkedő teteje. Innen majd gurulunk tovább Bibiano felé. És akkor a templomocska. És egy kicsit az jutott eszembe, hogy akár otthoni tájnak is lehetne nézni ezt a környéket, de csak szinte. Hát azt mondjuk hozzáteszem, hogy például Ózd környékén, ott a Dombvidéken nagyon szép tájak vannak. Gyönyörű szép dombvidék. Ott is azért elég sok a kaszálló, tehát elég jó kilátás van ott. De ott mondjuk, ha bemegyünk egy településre, vagy egy kis település paradványra, akkor nem ezt a látképet kapjuk. Mint mondjuk itt Toszkánában. De mondjuk mégis más. Más hangulatot tud nekem átadni. Főleg így, hogy még a nap is ránk veti sugarait. Így azért tényleg lehet gyönyörködni ebben a toszkán tájban. És újra megjött az aszfalt. Ja, azt hozzáteszem amúgy, hogy erőteljes gurulásban voltunk, mikor hirtelen aszfaltból murva lett. De most újból aszfalt. Köszöntött ránk. És most egy kicsit újra murva. Lámpa. Átjöttünk egy vasúti átjárón is, egy 1000 éve nem használt a vasúti sinem. Volt hozzá épület is, meg minden. De hát erre már szerintem az a vasútvonal már rég kiment a
divatból, hát nem használják. Közben jön nekünk egy híd is, illetve egy folyócska is, ha minden igaz. Itt van a folyónk, hát nem olyan tiszta, mint aminek gondoltam. Hát azért az esőzések megtették a hatását. Tegnap elég nagy sodrással voltak a patakok, folyók, amiket láttunk, és azok is ilyen sötét barnák voltak, hát ugye a nagy esőzés hirtelen most belemosott mindent. És Montalcino következik. Hát már jövünk egy ideje mellett a golfpálya mellett, de most már megállok. Azért gyerekek, ebben a kilátásban golfozni. Amúgy ott van egy szállás, eljöttünk itt egy mellett. Mindjárt átmegyek a másik oldalra is, mert nem csak ennyi. Készül a újítás is a golfpályán, hogy ne legyen olyan egyhangú a dolog, vagy csak egy bringás társaság. És. Hát én még ide kisétálok. Ott lenn is van golfpálya, azt most nem tudom minden megmutatni, mert a domb kitakarja. Rivales csávok, olaszok. Ott is van egy szállás, ott is van egy szállás. Mindezt gondolom, jó kis pénzért. Itt van amúgy a golfpálya. Itt is van egy stage, egy állomása. És Grével, bringával az olaszok. Megvárom még őket. Itt amúgy megnőtt a forgalom, elég sok autó rohangál itt. Itt jönnek az olaszok. Tempóznak rendesen. Na. Ott mennek. Itt meg a mi bringáink. Azért ezek is teszik a dolgukat rendesen. És még egyszer, a táj. Itt megy a golf alattunk. Ó, szerintem az ütésről pont lemaradtunk. Így kell ezt játszani. Remélem figyel... Ú, most jutottál. Remélem figyelte mindenki. A golf az ilyen, egy ilyen szép tájon, Toszkánában. Golfklub ki is van írva. Bár most a neve az nem volt sehol se. Kiírva, de valaki megnézi majd a film alatti leírásban be lesz. Linkelve ennek a napnak is a túra útvonala, és akkor ki lehet lesinteni, hogyha szeretne eljönni ide golfozni, akkor megtalálja. Túloldalt pedig oliva ültetvény. Már amennyit még enged a Ciprus a látványból. Igazi szerpentinem haladunk föl, és bizony kívánja a százalékot, meg az energiát is, ami most bevallom, nekem elfogyott. Kezdem érezni, kezdek el éhezni, ami nem jó dolog. Úgyhogy most ilyen röptibe pótolom az energiát. Ez hamarosan muszáj lesz megállni és ebédelni. A reggeli az, hát ettünk a sátornál, mielőtt elindultunk, de egy kis eszegetés volt, ez nem volt olyan rendes kaja, úgyhogy még egy utolsó adag nagy kajámban azt megeszem ebédre, utána viszont kell szerezni majd boltot mindenképp, ami ezen a környéken, valljuk be, nem igazán van. Utoljára boltot Siena-ban láttam. 337 méter, gyönyörű a kilátás. Nagyon szép. Szépen szerpentinezik is az út. Elvileg mi megyünk tovább föl. De azért még egy kis kilátás van, úgyhogy ezt mutatom. Hú, de szép. Egy kis teregetés, valamennyire süt a nap, és itt ki tudjuk jól teríteni a vizes cuccainkat.
Mondjuk itt éppen egy ilyen puccos étterem van, úgyhogy elég jó helyen raktuk ki, de talán nem okoz problémát itt senkinek, úgyis mindjárt odébb állunk. Muszáj szárítkozni, mert az viszont szükséges. A táj az fantasztikus. Oda nézzetek. Hát ezért megérte felmászni. A busz pedig hordja az utasokat az étteremhez. Folytatjuk tovább az emelkedést. 422 méteren vagyunk. Előbb, ahol kiteregettünk, az egy hotel volt. Szóbb. Kis busznak a sofőrje szólt ránk, de azt után látta, hogy túlra bringások, hogy már mondtuk, hogy 10 perc, azt megyünk, akkor egy oké. Aztán még a helyi biztonsági szolgálattól is kijött valaki. Mondom, ez egy hotel étterem volt. Aztán látta rajtuk, hogy túlra bringások vagyunk, meg se szólalt csak. Annyit mondott, hogy oké. Azért figyelnek itt a vendégekre. Szép helyen volt az a hotel amúgy. Na, úgy néz ki, hogy magaslati levegőnk olyan 500 környékén. 498 most órám szerint a magasságunk. De elvileg már tovább nem emelkedünk. Kis visszagurulás után újabb mászás, de ennél nem fogunk magasabbra menni már. Úgyhogy túránk eddig a legmagasabb pontja. Óra szerint 498. Talán még azt a 2 métert belevesszük, úgyhogy legyen 500, annyi 500 rát is váltott az óra. Meg megjött a szél is, ilyen mint tipikus hágó, amikor átbászik az ember, és a hágó túloldalán fúj a szél. De hát végülis beszélhetünk hágóról, mert feljöttünk, meglegurulunk róla, nem ugyanott. Ez olyan dombsági hágó, olyan toszkán hágó. Egy ideje már itt hullámvasatozunk ebben a 450-500-as tartományban, bár az 500-at már nem értük el. Ez akkor volt, amikor mondtam, hogy ez a csúcs. Úgyhogy most itt hullámozunk egy kicsit, egy darabon, és közben ide-oda előzgetjük egymást. A villanyos csapattal, van itt egy idősebb csapat villanybringával, és hát őket előzgetjük ide-oda, az előbb egy kicsit megálltunk, találtunk egy pados részt. Hát a pados részt, egy rozsdás kis padot, oda egy kicsit leültünk, megállapítottuk, hogy tökéletes lenne, csak nem a kilátás felé nézett, illetve nem volt ivóvíz. Az pedig nagyon kéne, mert nekem már szinte nincs. Félig van a kulacsnak álcázott 07-es flakonom. De nem csükkedünk. Ez azért hozzáteszem, tehát ide fel kell tankolni. És úgy kell nekivágni, még akkor is, hogyha Gravelrel jövünk, vagy éppen a Toscan Trail nevezetű útvonalon veszünk részt, túrán veszünk részt, hiszen bár annak, ha jól emlékszem, annak 3 nap a szintideje. Most nem vagyok benne biztos. De azért fel kell tankolni, gyerekek. Tehát az ivóvíz, nem az Alpokban vagyunk, de az Alpokban sincs mindig, meg itt sem nagyon van mindig ivóvíz, vízvételezési lehetőség. Most amit kisilabizáltam térképen, hogy olyan 13 km múlva, abban már egy jó nagy gurulás is lesz mondjuk, beérünk egy kis településre, ahol elvileg egy játszótér mellett van vízvételezési lehetőség, még természetesen ha lesz bolt, annak egy kicsit jobban örülnék, de a víz is tökéletes, de mondjuk kaját se ártana lenne, a kenyerem elfogyott. Hozott anyag. És egy kis kitekintés. Nem sokat enged sajnos ez a dzsungel. Viszont jó hír azoknak, akik már ilyen nyári időszakban jönnek, hogy jó
árnyas tudnak adni ezek a útmenti fák. Hát a szél, viszont kinyílt a táj. Szöllő. Távol van innen itt. Szöllő és búza földek váltják egymást. Gyönyörű szép itt. Jobbra tőlünk is szöllő amúgy. És a távolban ezek a magas hegyek, ha jól tudom, azok már az Appenninek részei. Remélem jól lőttem be a tájat. Fantasztikus a kilátás. Itt meg szintén szöllő. Hát valaki ide bigyezt egy 14%-os táblát, ami lefele mutat. Meg ide bigyeztet valaki egy ilyen gyönyörű szép tájat, ami itt van előttünk. Arra amúgy a domb másik oldalán hatalmas egy sötétség, ott szakad az eső, de a felhők mozgásából ítélve nem felénk jön. Ez viszont gyönyörű ez a látvány. Fantasztikus. A virágok is nagyon jól mutatnak. Egy kicsit erős a szembeszél. De most egy kicsit hagyom élvezködni is magamat a gurulásban. Amerre a szemmel lát szöllő. Illetve a hamisítatlan toszkán táj. Olyan, mint a dél. Li lenne ez a szél, ami szemben fúj nekünk. De azért elég szépen vissza tudja tartani az embert, miközben ott a magaslatokban már ott azért van eső. Hát szépen lassan hangolódunk a tenger irányába, bár azért még nem itt van. De a Tirén tenger, ahol még nem jártam, az most meg lesz csodálva. Kérdés majd, hogy milyen időjárási viszonyok között. Most szinte hamisítatlan tavaszi időnk van, süt ránk a nap. Körülöttünk óriási nagy felhők, és bízunk benne, hogy egyik se akar megáztatni minket. Ezek a ciprusok, de hát volt most egy szakasz, ahol olyan volt, mint a kamionok mellett, mondtam volna, el erős szélben. Befújás, szélcsönd. Folyamatosan lögdöstak bringelt befele az út felé, középre. Nem volt egy kellemes dolog, de alapvetőleg szép tájon megyünk, és ha minden igaz, ezen a településen tudunk magunknak vizet szerezni. Egy kis hereber, egy kis sziesta, ennyi jár nekünk is. Ennél a padnál csövezünk. Ott van egy bár. Ezen a településen csak az a bár van nyitva. Föntebb van egy élelmiszerbolt, ami zárva van sziesztáznak, illetve nyitva van a fodrász, illetve a gumiószeres automata is nyitva van, ez nagyon fontos. Itt van vízvételezési lehetőség, ha működne, de nem működik. Úgyhogy hát én édesszájú vagyok, úgyhogy én most a bárba ott vettem magamnak inni. Nem mondom, hogy olcsó volt, de kellett. Illetve vettem még jó kis olasz szendvicset magamnak. Abból egyet már befaltam, egy még megmaradt, azt majd megmutatom, hogyha sorra kerül. Itt van benne a táskában. Úgyhogy még sziasztánkból nekünk is meg van egy 5 percünk körülbelül, és akkor folytatjuk az utat tovább. Bízva benne, hogy egyszer találunk egy boltot is nyitva. Egy kis csúnya ipari építmény, de jelenleg itt van az Orka folyó, ha jól lehetem. És ennek a folyónak a völgye is az, ahol itt most haladunk. És jelenleg itt táblázták is, hogy talán lesz rálátásunk a folyóra. Közben előttünk a tábla már jelzi, hogy Siena területét hagyjuk el, és
Grosseto-hoz fogunk tartozni. Nagy település, közel a tengerhez, nem a tengerparton, a tengernél. És itt is van a kis folyócska. Egy jó kis dögönyöző, én pedig gyűjtjük tovább a szinteket. Hozzáteszem, hogy 47 kilométernél vagyunk, és már 800 méter szint fölött vagyunk. Úgyhogy azért van hullámvasút rendesen. Cinigiano felé haladunk. Úgy reklámozzák, legalábbis a tábla szerint, hogy a bor városa. 8 kilométerre van nekünk. Ott elvileg lehetne szintén egy shop, de megnéztem, a Google azt mondja, hogy hát még messzi van a nyitás, mert ott is siesta van. Még mindig nem hagytuk el a Toszkán tájat, és remélem a kedves nézők sem unták meg. Mi nem. Nagyon jól mutat, főleg így, hogy süt a nap. Ez csak azért, mert jól néz ki. Lenne még egy történet, amiről kéne mesélni, bár ez a szép tájhoz nagyon nem élik, de szerintem majd szóba fogom hozni, de én is leveszem a mellényemet, mert nehéz eldönteni, milyen idő van. Amikor ültünk, már szinte fáztam, muszáj voltam felvenni. Most viszont így, hogy tekerünk meg, dimbek és dombok vannak azért. Azért így most meg meleg van. Úgyhogy leveszem én is. Visszatekintés. Nem csak én vagyok a lényeg, hanem ott a háttérben bizony leszakadt az ég. Mi pedig... Hát, tartson ki ez a kék ég. Szöllő. Hoppá, meg egy autó, akkor nem megyünk ki. De szép a táj. Nem tudom, amúgy tudjátok-e, honnan ered a toszkán név. Eredetileg a legendák azt mondják, hogy Genghis Khan seregei jártak erre, és feldúlták az egészet, és azóta az emberek felköltöztek a dombokra, és odaépítik házaikat, kastélyaikat, városaikat. De aztán ugye Genghis Khannak vissza kellett vonulnia, meg ugye kompec is lett, úgyhogy itt hagyta az egyik emberét. Ő volt Tosz. Ő pedig kikiáltotta magát a hely Kánjának, így lett a terület Toszkán. Aki persze nem hitte el a mesét, az jól is tette, hiszen nem Toszkánról nevezték el a területet, hanem ez egy etruszk eredetű név, amit aztán a rómaiak átvettek, és szépen lassan kialakult belőle a Toszkán elnevezés erre a területre, ami egészen fönn Pízánál van, valahol a határa, illetve rendélen pedig Orbetello, ahova mi is megyünk. Nagyjából egy észak-déli határolást mondtam. Az etruszkokról még lesz egy pici szó, de ez majd később, amikor majd itt lesz az ideje természetesen. Van egy vágyam, de az nekem még nem sikerült. Egy jó oliva liget közepén aludni valahol. Hát, eddigi kalandjaim során nekem ez még nem sikerült. Hát, az elvetemült bringatúra nézők, filmnézők
azok tudnának sorolni rögtön egy pár kollégát, akiknek sikerült. Hát egyszer majd nekem is összejön. Addig én most így csorgatom a nyálamat, hogy milyen jó lenne. Visszatekintés, ahogy kapaszkodok fölfele. Nagyon jól néz ki. Pedig már dolgoznak a szöllőn. Már kötözik őket a szöllőt. Nálunk is már láttam. Magyarországon nálunk is dolgoztak kint, az, hát őszintén mondom, öregasszonyok voltak kint a szőlőben, és azok dolgoztak. Hát olyan 60 pluszos kategóriák, inkább már nyugdíjasok azért, és igen, hát nincs munkaerő, úgyhogy ők mennek ki, és ők csinálják meg. Igazából akkor inkább úgy mondom, hogy lenne amúgy munkaerőre, csak mindenki azt mondja, hogy ez ilyen női munka. Nem azért, mert az öreg asszonyok csinálják, hanem mert csinálja a... Csak a jó, csúnya dolgot most mondtam, hogy nem mondok ki. Pedig azt a munkát is meg kell csinálni. Mondjuk megmondom itt is a frankót, amúgy, hogy fekák dolgoznak én. Nincsen baj, legalább dolgoznak. Csinálják a dolgokat. És szépen mondja, feketék, négerek, semmiféle rasszista megjegyzés nélkül persze. Hú, de jól néz ki ez a táj. Meg a házak. Jánó, mondta Amita, ami átta, itt balra. De most az nekünk kimarad. A borvárosa, Città di Vino, vagy valami hasonló felirattal volt reklámozva még. No, megérkeztünk. Kellett ide kapaszkodni, és még kell is kapaszkodni. 2.80 a magasságunk. Ott van Balkó. Kolákanyarodok én is. A központ. Itt is csak a bár volt nyitva. Megnézzük meg, hát ha van valami shop, vagy valami. Hát, ott van valami zárva. Ristorante arra föl. Forza Italia zászló. És kajáda nyitva van. Hát, a gyógyszertár nyitva van, akkor már csak egy shop kellene nekünk. Itt vagyunk Cinigianóban. És az a faramuti helyzet állt elő, hogy az a bolt ott még zárva van, de fél óra múlva nyit ki. Viszont az elkövetkező utunkban nem nagyon fog útba esni nagyobb település, ahol ráadásul még bolt is lenne. Úgyhogy hát itt most várunk egy fél órát. Nem egy nagy bolt amúgy, de bízunk benne, hogy valamit azért tudunk kapni, valami harapnivalót. Legalább holnapig meglegyen az ellátmányunk. Holnap a tengert már meglátogatjuk, és akkor már ott már biztosan tudunk vásárolni magunknak. Itt amúgy az öreg asszonyok itt ülnek a templom előtt. Ők is felvilágosítottak minket, hogy csinkve, azaz 5 óra. Nagy várakozásba mutatom a tájat, ahol csücsülünk. Itt csücsülünk, és ott van a bolt, és elvileg 4 perc van 5-ig, de szerintem azért kicsit olaszos lesz ez, csak ne nagyon. Ilyen 10 percet kb. Annál többet ne késem, mert azért nekünk is menni kéne. És akkor, amit még mutatok, beüzemeltem a napelemet. Pedig egy powerbanknak a felét használtam el. Úgyhogy most ezt próbálom egy kicsit visszadurrantani. Mert este most már, hát nagyon nem fogja, mert már nem leszünk sokáig.
hogy nem tűz már olyan erősen a nap, meg magason, de kellett még töltés ez így napközben. Telefon tölteni. De este azért már kell tölteni kameraaksit is, hogy legyenek szép felvételek holnap is. Illetve a telefont is visszatölteni most már azért maxra amennyire lehet, és akkor holnap tölthet akkor a powerbank vissza. Elvileg szépen süt a nap, akkor egy nap alatt egy 10.000-es powerbankot, ez a kis 10 wattos napelem simán visszatölt. Vártuk az 5 órát, és sikerült végre boltolnunk, úgyhogy ezen most túl vagyunk. Egy verekedni való kenyér, egy másfél literes üccsi, illetve egy tej, ezért fizettem 3,29-et. Ez már nem volt olyan vészes, mint az előző bárban történő vásárlás, de hát muszáj volt. Eltévedésünket hamar észrevettük, letértünk az útról, de már visszajöttünk, ugyanis valahogy kényelmesebbnek tűnt az a Strada Provinciale, viszont nekünk itt vezet az út, ezen a csodás tájon, csak már egy kacizően. Nem biztos, hogy megfogom. Eléggé meredek, első fékkel fogni meg aztán. Na, inkább megállok, és akkor mutatom úgy. No, hát ebben a tájban gyönyörködünk ismételtem. Lent kis mezőgazdasági épületek, fűkfák, bokrok, kaszálók. Szőlőt nem látok. Az nincsen szőlő. Ott itt egy kis erdőégés, nem olyan rég, de a fű már zöld, és mindenki happy. Legurultunk a völgybe, és ilyen eszméletlen hangulatos úton jövünk, néha itt ott kilátás jobbra vagy balra a földekre, de az jutott eszembe, és mondtam is Palkónak, hogy ha magamtól terveztem volna ezt az utat, eszembe nem jutott volna, hogy mondjuk ezt az utat itt betervezzem. Néha jó az, hogyha bejárt utakat mástól ellesünk, felhasználunk. Ugye, nekünk az útvonalunk a Toscan Trail nevezetű kerékpáros DRM túra szerűségnek a 2022-es nyomvonalát követjük. Legalábbis ezek a szakaszok most azok. Az első részben meg el is mondtam, hogy honnan kezdődik, tehát hol csatlakoztunk rá. Nem messze onnan amúgy, ahol aludtunk. Fantasztikus környék, egy élménybringázás. És tegnap ugye még szakadó esőben mentünk, most már azért elgondolkodok azon, hogy miért nem kentem be a kezemet. De inkább ez legyen a probléma, mint hogy szakadó esőben kelljen nekünk kerékpározni. No, ha valaki hiányolta a nyakcörő mutatványt, akkor itt van, szép köves utat kaptunk. Különböző minőségben tekerhető, de összességében azért járható. Például most tök jó vaduló helyekre hoz be minket, csak még nincs rá szükségünk, de amúgy tényleg nem rossz. Itt azért már el lehetne vackolni, nem még korán van. Azért tudunk menni még egy jó órát legalább. Nem is tudom, mennyi az idő most. Oj. Ja, itt egy patak átkelésünk lenne? Aha. Na, mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen. Végül is abszolváltuk, át tudtunk gurulni rajta. Úgyhogy nagy problémát nem okozott nekünk.
tegnap lehet már problémásod lett volna első után rögtön. Nem tudom, de lehetett hallani, Palkó mondja, hogy tegnap problémásabb lehetett volna első után. És igazán. De most még szerencsére jók vagyunk, úgyhogy hajrá! Jaj! Előtt még elköszönik a löszfal, homokfal onnan a túloldalról. Még megmutatom őket, miközben egy bogár repült a fülembe, de szerencsére már kijött. Hát vannak ilyen bakik amúgy. Legrosszabb eset, amikor az ember szájába repül valami bogár. Természetesen ennek a lejövetelnek is megvolt a böjtje, mert most itt a kis dombok között izonkodunk. Bevallom, most volt egy fárasztó szakasz, ahol tolni is kellett. Hát 15 plusz, ahogy néztem. Kemény volt azért, most egy kis gurulás, aztán újból mászás következik. Hát ez most kora esti edzőtúra. Dombra fel, és dombra le. És dombra fel, és dombra le. Szerencsére ezek már azért a tekerhető kategóriát súrolják, úgyhogy nagy problémát nem okoznak. 6 óra után vagyunk. Hamarosan eljön az idő is, hogy vadásszuk a sátorhelyeket. Viszont most tudok szolgálni panorámával is. Nem rossz, ugye? Nem rossz. Itt meg már félős olaszok vannak, mert mindkét oldal kerítéssel van lezárva a legelő. Aztán tudom, mondjuk ott van fenn a házok is. Már az igazi toszkán jelleg. Ez a Orbetello, ez már annyira nem is toszkán. Orbetello az a tengerparti városka, ami felé most mi tartunk. Szóval ez már inkább Rómához van közel, mint Firenzéhez. De azért az addig tartó utunk is tartogat kalandot és dombot és emelkedőt. Na gyerekek, vízmosásunk elünk el. Elvileg betonozva van. Úgyhogy ezen megyünk most mi át. Aha, nagyon szépen van betonozva, köszönjük szépen. Ilyen egy vízen való átkelés. Amúgy meg a patak folyó az ilyen. És így visszatekintve is. Jaj, igen, csak az emelkedőről már megint elfelejtkeztem, szóval íme itt van. Csak alamnak még mindig nincs vége, ugyanis még mindig terep szakasz van, egy nagyon kicsit mentünk Grosseto felé vezető úton, de arról le is tértünk. Hát igazából kerülgetjük ezt a Grossettót elég szépen, de nem is az a cél, hogy oda menjünk, hanem az a cél, hogy végig menjünk ezen a szép útvonalon. Odafenn kövér fellegek. Erre meg olyan, hát, vegyes vágott, mondjuk így. Elvileg esőt nem várunk estére. Vízmosás number 2. Aj, milyen jól néz ki az a falott, ami le van törve. És akkor átmegyünk ezen is. Aja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 j
Isten, én nem is nagyon tudok, mert beleér a lábam a vízbe. Jó, hogy most megúsztam, nem lett vizes a cipőm. Te vizes lettél? Nem. Jó van, Palko is megúszta. Legyen vizes a cipőm. Na, hát ez is egy élmény volt. Éppen Tilitoliban vagyok, mert ez nagyon meredek, és most már nem fogom kitekerni. Csak azért se. De itt egy kis visszatekintés. Fantasztikus. Nem pauzasz, mindenki csinálja magának háttérképet. Nagyon jól néz ki.
Úgy néz ki, megvan a szálláshely, fedett lesz. Csak kicsit várunk, hogy sötét legyen, vagy hát úgy jobban be tudjunk vonulni. Elmondom még a... Hú, kezel raktam, bocsánat. Elmondom még a adatokat a mai napra. Meg még megmutatom a szálláshelyet majd, csak az adatok legyenek meg. Ami fontos, 81 kilométer, 11 óra volt reggel bekapcsolástól eltelt idő, 1720 méter szintemelkedés, 1604 méter lefele. Max 47-tel gurultam, és este 8 óra van, és még vígan süt a napocska ott arra fele. Parkóhoz telefonál haza, kicsit olyan modernek vagyunk, mi is azért hazaszólunk, én is épp előbb hazaszóltam, kis videóhívás a gyerekekkel, mert az fontos, hogy lássák apát, hogy még él. Na, úgyhogy még egy szállásmustra, amit majd megmutatok majd nem sokára, ha bementünk, addig is, és nyitvágás. Kukucs, itt jöttünk be oldalt. Nagyon akarjuk belőle betűtolni a bicikletet. Ez igaz. Ez a mi kis szálláshelyünk. Itt van mellettünk az út. Kapcsolok egy kis fényt. Rakatjuk ide is a sátrat. Azon gondolkodunk. Itt lenne a mosdó, de az a jelenleg nem üzenem. Úgyhogy majd ide rakjuk a sátrat. Vagy oda. De szerintem ide rakjuk. Nem, ide is tett, ha megint lesz. Itt be. Nem tudni. Úgyhogy ez lesz most a szállásunk reggelig. Úgyhogy ennyi volt a mai nap. Már köszönöm, hogy velünk tartottatok. Bandi bácsi volt, illetve Palkó. Jó látni, hogy megítünk. Jó hét, sziasztok. Sziasztok. Sütötte Tirén tenger. Itt a Gingya között átnézünk, nagyon szép az a sziklás part, van ott lenne egy házikó is, ott fenn a magas hegy tetején, ott a szélen.